Na csácsom, hogy sőtészt a csokolád és traktorkerék, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán képen, jelentkezik egy olyan videóval, amiben szeretnék bejelenteni valamit, bár igazából erről már nagyon sokat beszéltünk, hogy szeretnék egy olyan dedikált szervet létrehozni, Farming Simulator 22-ben, amiben megpróbálunk egy kihívást így együtt veletek folyamatos multiplayerbe megvalósítani. És ezért december 1-én fog indulni egy dedikált szerver, aminek a részleteit majd le fogom írni, még lesz róla videó mindenképpen, és ez nem fog tovább folytatódni, már mint futni legelső körbe, mint szilveszterig, szilveszter éjszakáig, tehát január 1-ig fog ez így menni, és arra gondoltam, hogy kitaláltam egy ilyen extrém challenge kihívást nekünk, amit borzalmasan nehéz lesz megvalósítani, de úgy gondolom, hogy mivel többen leszünk, így talán van rá esély. Oké, gyerekek? Akkor, basszus, gyerekek, nagyon durva lesz, megmondom őszintén. Én nem vagyok az a, tudjátok, hogy nagyon könnyen nem szeretek nekiállni játszani, de lehet, hogy most egy kicsit túllőttem a célon, most belegondoltam, hogy úristen, vagy hogy fogjuk ezt megvalósítani, gyerekek. Hogy miért lesz extrém nehéz ez a kihívás? Az több összetevőből fog nekünk így összeállni. Egy az, hogy nézzétek meg, hogy mennyi pénzünk van, 0 darab eurónk van, nulla darab euróval kezdjük a kihívást. Ezen kívül nekünk nincs másunk, mint gyorsan megmutatom, ezen kívül nincs másunk, mint egy damilosunk, 2 darab vödrünk, 3 darab lapátunk, és egy csettegőnk, alapbeállítású csettegőnk, tehát ezt ugye még lehet turingolni, offroad kerekek, meg minden, mindegy, ez van egyelőre, tehát semmilyen gépünk, semmilyen cuccunk nincs, innen kellene boldogulnunk nekünk. Még ami nehezítő körülmény, az nem más, mint maga a map, ami nagyon gyorsan megmutatom nektek, ami a No Man's Land nevezetű map, ami konkrétan egy pusztaság, nincsen rajta szinte semmi. A kezdőföldünk, amit meg fogok mutatni mindjárt, az itt helyezkedik el, ugye a 26-os föld, de ezen igazából nincsenek területek, itt nincs infrastruktúra, itt nincs semmit, neked kell mindent felépíteni. Tehát, hogyha akarsz egy termelési láncot létrehozni, akkor neked kell megcsinálnod az asztalos műhelyt, neked kell megcsinálnod mindent. Itt folyamatában neked kell felépíteni a termelési láncokat is, hogyha nagy pénzt akarsz keresni. Neked kell létrehoznod a földeket, neked kell felszántanod a területet, neked kell kivágnod az erdőket, neked kell mindent megtenned ahhoz, hogy létrehozzál akár egy szántóföldet is. A No Man's Land igazából úgy lehet elképzelni az egészet, mint hogyha egy ilyen Szibériába kiraknának minket, és akkor próbáljuk meg boldogulni, meg ráadásul 3 darab lapáttal, 2 vödörrel, meg 1 darab botos kaszával. Egyébként ezek kívül még lesznek modok, meg vannak, de most egyelőre ezzel kezdjük. Figyeljetek, srácok, én földobok ide a platóra mindent, és akkor megmutatom, hogy mégis mi az, amivel így megpróbálunk elindulni, jó srácok? Azért hoztam egyébként ezeket, van egy ilyen alapkoncepció, amivel így gondolkozok, hogy lehetne ezt felépíteni, meg kell próbálnunk. Ja, és mi a cél? Mi a cél? Hát a dédelgetett cél az nem más, mint egy hónap alatt összehozni 100 millió eurót. Egy hónap alatt, gyerekek, 100 millió eurót be tudtok gondolni, hogy ez mégis mennyire nehéz, hát nem könnyű, az biztos. Figyeljetek, először is mindennel spórolnunk kell, még az üzemanyaggal is, tehát okosan kell közlekedni, mindig megállítani a gépeket, mert egyszerűen nem nagyon van lehetőség arra, hogy költekezzünk, mivel 0 euróból nem nagyon szoktak ugye sok mindent adni nekünk. Felszorunk mindent a platóra, azt elindulunk, megnézzük, hogy hol lakunk. Ugye eladási pontok sincsenek, konkrétan itt van egy ilyen autópálya, emellett van egy ilyen bolt, és innen ide kell maximum elhoznod mindent, hogyha te neked el akarod adni. De ugye természetesen, mivel ugye le tudsz rakni mindent, ilyen eladási láncokat így létre tudsz hozni, szóval azért lehet itt magán a mapon is törekedni arra, hogy ugye ne csak itt legyen nekünk például olyan pontunk, hogy eladási pont. Na, elindítjuk a motort. Aztán nagyon gyorsan, hát remélem nem túl hangos, nagyon gyorsan, ja nem állítjuk meg a motort, hanem elindítjuk, fölcsukjuk a izét, feszítőveket bekapcsoljuk, nem tudom a vödröt mennyire fogja. Na és akkor elindulunk, hogy az egy darab csettegőnkkel. Arra gondoltam, hogy több járművet egyszerűen nem akarok, és szándékosan nem traktor választottam, hanem ki kell gazdálkodnunk, még egy ott van nagyon olcsó traktort is ahhoz, ugye, hogy tudjunk érvényesülni. Látjátok, hogy mindenhol fáj vannak, szóval a szántóföldek létrehozása se lesz majd egy gyerekjáték,
mivel előtte ugye ki kell pucolnunk az aljnövényzetet, meg kell csinálni mindent, szóval nem lesz egyszerű. De most egyelőre elmegyünk, úgymond haza, és megnézzük, hogy mi az, ami olyan, itt is például tök jó lenne építkezni, de hát itt igazából ez a föld nem a miénk, hanem ugye nagyon távol esik a mi földünk ehhez képest. Na, ugye még egy stílfűrészünk sincs, hogy ne az legyen gyerekek, hogy a kapásból. Egészségemre, köszönöm. ez igaz is, hogy nehogy az legyen, hogy kapásból ugye az erdő gazdálkodásra tudjunk belefogni. Még egy stílfűrész se tudunk lenni, nincs semmi pénzünk. Úgy onnan indulunk gyerekek, jó? És akkor megpróbáljuk ezt létrehozni. Ugye mivel dedikált szerver lesz, emiatt mindig futni fog. Mindig futni fog. De én azt tervezem, hogy minden egyes nap legalább egy részt fel fogok venni és fel fog kerülni. Tehát én azon kívül, hogy én fellépek a szerverre, azon kívül is bármikor bárki följöhet, csatlakozik a gazdasághoz és hozzájárulhat ahhoz, hogy meglegyen a 100 millió euró. Tehát tud dolgozni. Nem mondom azt, hogy már nem mondom el, hogy mit kell csinálni, esetleg a videókban majd mindig utalni fogok rá, és azért gondoltam ez a decemberes egy hónapos ilyen intervallumot kapásból, mivel ugye úgyis jön a szünet, meg sokat leszünk itt hol, meg több időnk lesz amúgy is játszani, ki kell fújni az orrom gyerekek, mert Keeper már megint megfázott, csak nem hiszem el. Elnézést. Mert ezt nem fogom kivágni. Nem hiszem el, hogy én mindig megfáradok. Mindig beteg vagyok, ha jártok komolyan. Látod, most legalább nem látjátok, nem kaúzok, munkor is azért, hogy 3 napig megint nem volt videó, mert megint döglődtem. Nem tudom, régebben nem volt ilyen szar az immunrendszerem. Mostanában nagyon rossz. Na, és akkor igen, és akkor ugye nem akarom mindenkinek a szájába rágni, hogy mit csináljon, hanem így mindenki próbálja meg feltalálni magát, jó? De majd a videókban azért utalok rá, hogy esetleg, hogy mit lehetne csinálni, meg merre próbálunk haradni így a projekt szempontjából, jó srácok? Mindjárt odaérünk egyébként, ahol lakunk, úgymond, hát lakunk, ja. Lakunk. Úristen, gyerekek, semmi nincs. Úristen, semmi nincs, srácok. Még egy darab épület se. Jaj, én úgy emlékeztem egyébként, hogy van. Azt a vetyár. Hát ez nem lesz így egyszerű, gyerekek. Na, innen nem lesz egyszerű. Mert ugye, semmi is, gyerekek, ez az egy területünk van, Jézus Mária. Ugye a 26-os terület, van egy földrész, földszárd, van egy kisebb föld terület, és ez van, gyerekek. Azt a betyár, itt fogunk lesátorozni, itt a tóparton. Azt innen fog indulni a sorozat. Jézus Mária. Várjátok, annyit ki fogok próbálni. Állítsuk meg egy taligát, mert ne egyenlőző vagyok, hogy semmilyen körülmények között. Nyissuk le először a pautót, aztán nézzük, hogy pakoljuk le, vagy valamit csináljuk, nem? Srácok, várjátok a feszítőveket, kipróbálja, kapcsolja a gépet, aztán ledobáljuk. Hát innen fogunk indulni, mindenképp ezt a botos kaszát ki szeretném próbálni, és egyébként abban gondolkodott a Keeper, hogy lehet, hogy a legelején esetleg le kellene kaszálni itt, amit tudunk, lapáttal vödrökből kocsira eladni, talán abból lesz egy kis pénzük, esetleg később tudunk venni akkor gépeket, vagy pedig fűrészt, és azt is el tudjuk hordani ezzel a kordéval, és akkor így tudunk haladni. Szóval ez valószínűleg, hogy ez így fog működni. Jó van, gyerekek? Úgyhogy ezt most azoknak mondom, akik akarnak jönni, hogy kb. Milyen irány lesz, vagy legelső napon. Jó, a legelső rész az lehet, hogy megindítom egyedül majd, úgy fog lenni, és akkor meg fogom nyitni a szerver, de már az legelső naptól lehet jönni a dedikált szerverre. Jó, gyerekek? Na, megpróbáljuk a botos kaszával, hogy mit lehet okozni. Belenyírok egy kicsit a fűbe, hogy mégis ez működni időképes lesz. Ja, indítsuk el. Ezek egy belső rész, az úgy mindig full szokott lenni. Na nézzük. Na, jó lesz ez, jó van. Jó van, oké, gyerekek. Csak ki akartam mindenki próbálni. Csak az a baj, hogy ez is üzemanyaggal megy, úgyhogy mindig majd állítsátok meg a gépeket, hogyha úgy van, jó. Légy szíves, mert bele meg fogunk burdelni a... De hozzuk a vödröcskénket. Hát igen, arra gondoltam mindenképp, akkor már extrém challenge legyen, ha már egyszer valamit belekezdünk, akkor az legyen tényleg olyan, hogy jó nehéz, nem? Értitek, hogy mire gondolok, hogy ne az legyen, hogy ilyen halál könnyű legyen az egész. Úgy föl bitoroljuk.
Esetleg ugye, ha ide járnék a kocsival, akkor nem is kellene vödörbe öntene. Igen, nem is sikerült. Ja, jól van, akkor lehet, hogy a vödör, ugye a vödörrel is esetleg lehet szedni, szóval így lehet, lehet trükközni a különböző dolgokkal. Remélem, hogy ez a pótkocsira erre. Igen, erre jó, erre fölfér. Nézzük meg, hogy mennyit rakott föl. Igen, 24 liter fönn van, föl... csukom az ajtaját, ha engedi. Most már nem szeretné engedni, de miért nem szeretné engedni? Nem szeretné engedni, gyerekek. Várják, leürítem, aztán... Igen, így már fölengedi. Elfelejtettem fölcsukni. Na! Igen, akkor egy ilyen mutatványra fogunk szerintem nekiállni. Egyébként ezek a fák... Vagy csak ilyen decoration-ök? Azt hittem, hogy ezt el lehet vinni, mert akkor ezt elszállítottuk volna, tudod. Na! Úgyhogy legelső részben valószínűleg egy kicsi zé lesz. Füvet megpróbáljuk eladni, nem tudom, hogy hány ezer liter tudunk itt lekasszálni. Valaki nekiáll kasszálni, többieknek hordják, mint az őrüknek. Jó van, gyerekek? Esetleg lehet még a tolicskát, azt be fogom dobni. Egy-két kéziszelfelmat lehet, hogy be fogunk dobni. Izék nincsen, stílfűrészre kellene kapást gyűjteni, és akkor fát hordani eladásra, ugye. Na mit akartuk még megnézni? Azt akartam megnézni például, hogy Ó, de jó, hogy mentett egyet. Na, bájtásokat majd még eszközünk. Izé nem lesz season mód, nem lesz arra készüljetek. Ezt meg akarom nézni, mi az, mindjárt elmegyünk arra. Meg más, úgy látom, nincs, akkor itt van egy ilyen gyanús rész. Azt akarom nézni, hogy füvet azt mennyiért veszik. Úgy. Aha. Ja, igen, értéke. Aha. A farm shopba veszik, várjál. Megjelölöm. És odaugratok, megnézem, mert elvileg lehet venni is itt dolgokat. Ha, jó, igen, itt, jó. Nagyon jó, ez mi? Fa eladása, jó, fát is el lehet adni, jó, oké. Jó van, gyerekek, szuper lesz. Mit akartam? Még azt a helyet, azt megnézem, kíváncsi vagyok, hogy elmegyünk oda. Hát igen, olyan nagyon nem fogok meggazdagodni a fűből, de az a lényeg, hogy egy ilyen láncolatszerűen följebb menjünk egyre inkább. Megnézem, hol van ez a... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van itt a mapon. A 33-as mapon mi van. Ugye a földeket is úgy tudod venni, hogy itt ilyen parcellázva van, szóval tényleg eldöntheted, hogy te inkább ilyen köves, erdős, vagy milyen területet veszel. Nem biztos, hogy a melletted lévő területet érdemes, hanem mindig olyan területet érdemes megvenni, amelyik könnyen megmunkálható, esetleg felszántható, értitek, hogy mire gondolok szerintem. Megnézzük a 33-asan mi van. Egyébként a csettegő defaulton van, már itt ilyen nagyon szar, lehet egyébként tuningolni majd, vagy pedig ugye esetleg el is adhatjuk, hogy traktor vegyünk, ezt minden ugye meg kellene terveznünk. Hát érdemes nem eladni az elején, mert különben a fát meg a többi dolgot nem igen lehet hordani, mivel érted. Úgyhogy ezek mind ilyen olyan dolgok, hogy tervszerűen kellene valahogy csinálni. A 100 millió az egy ilyen álom cél, hát hogyha az sikerül egy hónapon belül, akkor az nagyon nagy szám lenne. Oda nézzetek, például a 34-es terület ilyen tök sík, meg nem kevés van rajt. De ugye tényleg arról, attól fog függni az egész, hogy te mit szeretnél, milyen játékstílust akarsz az elején képviselni. Tehát, hogy inkább, nem tudom, fát akarunk kitermelni. Na itt van valami, ami érdekel engem, hogy mi az van ez? Itt, balra tőlünk. Hát mi van itt? Nem értem, hogy ott van valami, de mi az, gyerekek? Megnézzük, hogy mi az. Ott van egy földterület? Bocs, hogy itt szüttyögök, de tényleg megfasztok. Mi a szar ez? Ez mi, gyerekek? Ez valamire mutatja ezt a területet, de ez mi? Ez sima füves terület, de érdekes, hogy úgy mutatja, mintha itt lenne valami, egy, nem tudom, egy szőlő, vagy mi a franc, de oliva? Érdekes, látjátok, egy ilyen gabona kör van itt, bazdmeg, de nem is ír róla semmit, mert ugye kéne erre kiírnia, hogy felszánva akár, nem is föld, nem is szánt területnek mindesül. Ezt nem igazán értem. Na jó, a gyerekek, figyeljetek, innen indul akkor, kb. A sorozat, jó? Nagyon pici változások még esetleg lehetnek, mármint ilyen nagyon minimálisak. Hogy bekerül esetleg talicska, vagy egy-két ilyen eszköz, meg írjatok nyugodtan, hogyha van ötletetek, hogy milyen dolgok kerüljenek bele.
főleg ilyen kisebb dolgokat, utána ugye úgy lesznek modolt járművek, meg nagyobb gépek, de igazából a kezdés az, hogy hogy lehetne megcsinálni legjobban, írjatok léci tippeket, és akkor várlak meneteket, elsője délután fog, nem tudom pontosan megmondani, első délután fog indulni a szervet, még nem tudok semmit róla, hogy mit tudom én, a jelszó, ilyesmi, meg ezeket nem tudom, viszont elsőjén mindenképp ki fog kerülni egy videó, jó? Hogy tudjátok elérni, milyen a modpack ott lesz, meg minden. Oké, elsőjén ki fog jönni róla egy videó. Addig meg írjatok, hogy hogyan szerintetek, miképpen csináljuk meg. Oda nézzetek ott a csizba, de ez a beszarás. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, csá-csá!